megalapítottuk az év szélkakasa díjat, és a politikusok közti szoros versenyben végül idén a Jobbik két köpönyekforgató vezetőjének ítéltük oda azt. Ugyanis Jakab Péter pártelnök még idén márciusban is azt hazudta szemrebbenés nélkül, hogy szerinte elképzelhetetlen, hogy Gyurcsány Ferenccel közös listán induljanak. Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnök helyettese pedig novemberben nem szégyelt úgy fogalmazni, idézem, Magyarország jövője kizárólag az Európai Unióban képzelhető el, pedig ő maga is például azt mondta 2012-ben, hogy idézem, itt az utolsó esély, hogy az ország elhagyja a nemzeti szuverenitás felszámolását immáron nyíltan vállaló uniót. És alapító nyilatkozatukban is az áll, elfogadhatatlan számunkra az az uniós tagság, amely nemzeti függetlenségünk végzetes megcsonkításával jár. Így higgy el bárki a szélkakassá vált Jobbik bármely ígéretét. Gyurcsány szintű hazugság a Jobbik és a többi balliberális párt nemrégi közleménye is, mely szerint az ellenzék közös listán indul a 2022-es országgyűlési választáson, hiszen valójában a Mi Hazánk mozgalom harmadik utat kínál felelős ellenzékként, saját kormányfő jelöltet is állítva. A balliberális ellenzék által kinyilvánított közös program pedig azt jelenti, hogy pártjaik már nem képviselnek semmilyen önálló gondolatot, ahogy Gyurcsány decemberben bejelentette, pártjaik világképe egységes. A Jakab Gyöngyösi páros által vezetett Jobbik az SZDSZ-nél is nagyobb árulója lett a rendszerváltásnak, miután ők is összeolvadtak az MSZNP jogutódjával. Korábban a Jobbik ki akarta zárni Gyurcsány Ferencet a közéletből, sőt, börtönbe is akarták juttatni, most pedig hozzásegítik, hogy legalább parlamenti képviselő lehessen. Ennyit a Jobbik elszámoltatási ígéreteiről. A Jobbik első alapszervezetének alapítója voltam, hadd idézek most az egykor nevében is jobboldali, a jobboldali ifjúsági közösségből alakult párt alapító nyilatkozatából. A párt elsődleges feladata a kommunista utódpárt és a vele összeforrt szélsőséges liberálisok eltávolítása a politikai hatalomból. Ehhez képest a politikai prostitúció leggusztustalanabb formáit és perverzióit is látjuk, amikor képesek voltak magával Gyurcsány Ferenccel is összefeküdni a hatalom mindenáron való megszerzése érdekében. Jó volna, ha a Jobbik eldöntené végre, hogy fiú-e vagy lány, bár mindent és az ellenkezőjét is képesek képviselni. A Jobbik kiherélése után Jakab Péter vezetésével a párt politikai körülmetélése is megtörtént, egy szintelen szaktalan karakterét vesztő pártá váltak. Na ilyen nem lesz soha a Mi Hazánk mozgalom, hiszen mi pont azokból jöttünk létre, akik ezzel a köpönyekforgatással szembeszálltak a Jobbikban. 2016-ban én is alelnök voltam, és akkor végül a párt máig egyetlen vétózott alelnök jelöltje lettem, miután szóvá tettem, hogy a Fidesz korábbi oligarchájának, Simicska Lajosnak az államkasszából lopott pénzét tennék a Jobbik párt pénztárába. Vona Gábor az elvtelen néppártosodás kerékkötőjét látta bennem, és hát ebben igaza is volt, ezért is záratott ki a Jobbik frakciójából is, de az álmokfutás azóta is folytatódik. A 2018-ban 26 országgyűlési mandátumot szerzett Jobbik frakciójából két év alatt 18 képviselő távozott, Vona Gábortól Schneider Tamáson át Mirkóczki Ádámig. A 2014-es országgyűlési választáson radikális politikával még 20% feletti eredményt elérő Jobbik szélkakassá válása után a tavalyi EP választáson már a bejutási küszöb közelébe sodródott 6%-os eredménnyel, s többé már önállóan nem is indulva Gyurcsány vagy felesége szoknyája alá bújva próbál megmaradni, amivel méltán
kiérdemelték az év szélkakasa díjat.